Ugye te is szereted a rémisztő dolgokat? Ugye te is vágysz arra, hogy hátborzongató élményekben legyen részed? Ugye te is vártad már az új Swamp Thing sorozatot? Bobcsel! Swamp Thing! A DC Universe tulajdonképpen az utóbbi évek legnagyobb kedvenc sorozatait tudja szállítani. Legalábbis számomra, legalábbis én abszolút úgy érzem. A Titans visszagondolva egy egészen elképesztően erős sorozat volt, ami nagyon-nagyon a karakterekre fókuszált, ami nagyon-nagyon ügyesen bemutatta azt, hogy tulajdonképpen ez a Gardens hogyan is áll össze, és nagyon ügyesen építgette fel magának azt a világot, amiben ez a sztori játszódik, és bármennyire is megosztó volt az a bizonyos F. Batman mondat, tulajdonképpen mégis sikerült valami olyat letenniük az asztalra, amihez foghatóval nagyon ritkán tudunk találkozni. Ami ugyan bebizonyította azt, hogy ez miért nem networkre való, hogy ezt miért nem lehetett megcsinálni akár egy kábelcsatornán, de közben mégsem feltétlenül bizonyította be azt, hogy ennek miért streaming szolgáltatón kellene lennie, és miért nem futhatna mondjuk egy tényleges kábeles csatornán, ahol előfizetéses rendszer van. Minden esetre a Titans egy remek kezdete volt a DC Universe-nek, szerintem, ami tökéletesen jól le tudta fektetni az alapjait annak, hogy ezt hogyan lehet tovább építgetni. Lásd Doom Patrol, ami tulajdonképpen az utóbbi évek legőrültebb sorozata, amihez foghatóval nem találkoztunk, mert tulajdonképpen ha őrült szuperhősös sorozatot kéne mondanom, akkor az egyértelműen a Tick lenne, viszont az megközelítőleg sem tud ennyire abnormális, ennyire brutális, ennyire kegyetlen, ennyire sokoldalú és színes lenni, inkább humoros. Viszont abban pokolja jó a Tick, és igazából abból a szempontból minden mai napig szerintem az egyik legerősebb sorozat. Viszont amit a Doom Patrol művelt, és mondom mindezt úgy, hogy körülbelül én fél táv környékén lehetek a 9. résztájéken, igazából állam leesik minden egyes epizódnál, imádom, hogy Brendan Fraser azt mondja, hogy what the f-? És hasonló mondatokat, tehát egészen sok olyan dolog van, amit mi tudunk szeretni, amit mi imádunk benne, és amiért igazából egy elképesztően zseniális sorozatról van szó. Viszont most elérkezett a legújabb belépő a DC Universe világába, ez pedig nem más, mint a Swamp Thing. Nos, ez egy olyan sorozat, amit horrornak szántak, ez egyértelmű. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy problémák voltak valamilyen téren, valahol a folyamatban, valami történt néhány héttel ezelőtt a gyártásban, ami miatt visszavonták az eredeti megrendelést, és a 10. epizóddal ott gyorsan azonnal elvágták a dolgokat. Nem tudom, hogy ez milyen hatással lesz majd a történet alakulására, nem tudom, hogy ez tulajdonképpen mi szükség volt erre a dologra, és rendkívül rémiszt, mert mindenki pozitívan nyilatkozott tulajdonképpen arról, hogy hogyan is muzsikál a Swamp Thingnek az első két epizódja. Mi ugye az első epizódot láttuk, és tulajdonképpen ez az epizód, ez. Szavakat sem találok rá. Igazából mindent, amit szerettem volna, amit elvártam ettől a filmtől, az, vagy egy sorozat epizódtól, ettől a pilottól, azt szállította. Irgalmatlanul karakterorientált volt, ami szerintem hihetetlenül jó. Nagyon-nagyon jól kidolgozott karakterekkel van dolgunk, és tulajdonképpen Abbott én bármennyire is eltér a képregénytől, bármelyiktől is, hiszen nem ragaszkodik sem a Scott Snyder-es érához, sem pedig a régi Alan Moore-os érákhoz. Tehát valami egészen... Valahogy megpróbálja ezeket ötvözni, és nagyon-nagyon úgy tűnik, mintha tudatosan építgetnék ki ezt a világot, és tudatosan építeni fel mindazt, amiben majd ez a sorozat játszódhat a közeljövőben. Nagyon-nagyon szimpatikus volt nekem Abby figurája, és tulajdonképpen igazából az sem feltétlenül zavart, hogy a színésznője tulajdonképpen egy egészen elképzelhető, az életben nem nézem ki belőle, hogy orvos típusú színésznő, viszont baromira jól hozta a figuráját. Egyébként a színészekről önmagában elmutatta azt, hogy mindenki baromira jól hozta azt, amit hoznia kellett. Virginia Madsennek tulajdonképpen jutott két nüansznyi momentum, amik azért egészen erőteljesek voltak, úgyhogy nagyon-nagyon jól volt kidolgozva tulajdonképpen az alakítása, mert a figurából még nem kaptunk annyit, hogy arra azt tudjuk mondani, hogy aha! Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes aspektusa volt szerintem mindennek. Aztán, hogyha ehhez mi hozzáveszünk tulajdonképpen azt, hogy mi minden történt még ebben az epizódban, hogy tulajdonképpen találkoztunk Alekkel is, aki biológust játszik, aki igyekszik kideríteni azt, hogy milyen változások mennek végbe a mocsárban. Igazából beszélgessünk kicsit a mocsárról, hiszen ez a legfontosabb szereplője ennek a történetnek. A mocsár szerintem rendkívül hátborzongató volt. A mocsár az olyan szinten brutális volt, hogy
azok a részei is, amik CGI-ok voltak, pokolian erősek voltak, pokolian jók voltak, látványosak voltak, hátborzongatók, rémisztőek voltak, és igazából ezzel engem sikerült teljes egészében lenyűgözni, és sikerült teljes egészében magához láncolnia. És ez baromira jó érzés, ugyanis pontosan ezt a fajta bizsergés vártam volna el egy Swamp Thing sorozattól, főleg, hogyha valaki látta azt a bizonyos 1982-es Thing című borzolájt. Utána ez a Swamp Thing, ez egy egészen más értelembe vett megváltásként fogja megjelenni, és igazából jobban fogjuk értékelni, mind Swamp Thingnek a létezését, mind pedig tulajdonképpen mindazt, amit ez a dolog letesz az asztalra. Mert az első epizód az teljes egészében karaktercentrikus volt, és nagyon ügyesen dolgozta ki ezeket a karaktereket, nagyon ügyesen építgette fel a köztük lévő kapcsolatot, nagyon ügyesen próbált meg belecsempészni bizonyos dolgokat, még Xanadu-nak is jutott egy nyansznyi villanás, hogy ott van Xanadu, és ez igazából egy tök jó dolog volt. Nagyon sok mindent még nem láttunk, ami tulajdonképpen hatással lesz erre az egészre, és az egyetlen dolog, ami belőlem egyfajta, hát mondjuk azt, hogy kételkedést tud kiváltani, ez mindenféleképpen az, hogy tulajdonképpen Alec és Abby tulajdonképpen csak egy nap óta ismerik egymást, és hogy tulajdonképpen az ő szerelmi történetüknek elég nagy hatással kellene lennie, elég nagy hatással kellene lennie az egész történetre, hiszen valami szinten a kettőjük közt lévő kapcsolat az elég fontos része az egész Swamp Thing mitológiának, és tulajdonképpen az egész mocsárlénynek a jelenségéhez valamilyen szinten Abbynek köze kell, hogy legyen, és ez az, hogy ők most találkoztak először, ez nekem egy kicsit hiányos így ebből a szempontból, de ez legyen tényleg a legnagyobb problémánk ezzel a pilottal, mint ahogy nekem egyébként tényleg ez a legnagyobb probléma ezzel a pilottal, mert minden más téren ez egy baromra jól kidolgozott, baromra jól felépített, karakterorientált történet volt. De, és akkor itt jön az a dolog, amiről igazából egy mocsárlénnyel kapcsolatban nekünk beszélnünk kell. A mocsárlény történetei mindig is horror történetek voltak, bár bizonyos életemben néha azért a thriller oldalára és Alan Moore idejében szerintem sikerült nekik átmenniük, és mindig is az volt a lényeg, hogy hátborzongató legyen, miközben igazából tényleg valamilyen szinten komolyan is tudjuk venni ezt az egészet. És szerintem ebből a szempontból egy pokolai jó munkát végzett a mocsárlénynek a pilotja, ugyanis tényleg komolyan tudjuk venni ezt az egészet, tényleg komolyan tudjuk venni azt, hogy a mocsár az tényleg olyan veszélyes és veszedelmes, mint amilyennek ábrázolják ebben a történetben, és mégsem érezzük azt rajta, hogy tulajdonképpen ez egy gonosz teremtmény lenne, aki el akarja pusztítani az emberiséget, vagy bármi hasonló célja lenne, hanem sok engem tényleg arról van szó, hogy van nekünk ez a mocsár, és ez a mocsár, ez igazából életre kell tulajdonképpen, és szerintem nagyon-nagyon jó munkát végzett abból a szempontból, ahogy megragadta Alec karakterét, hogy ő próbálta egy folyamatosan szimpatikusabbá tenni a számunkra, mert így sokkal könnyebben tudunk majd nem is azt mondani, hogy azonosulni vele, de mindenféleképpen sokkal jobban fog bennünket érdekelni az, hogy mi fog vele történni a következő epizódokban, semmint, hogyha egyszerűen csak belecsapunk a közepébe, és tulajdonképpen belőle azonnal mocsárlény lesz. Hiszen ő nem olyan figura, mint a Flash vagy Batman, akik jelmezbe bújnak és megmentik a világot, hanem ő olyan figura, aki egyszer mocsárlényé változik, és utána kész, nincs visszaút. És szerintem, amit horror szempontjából ennek az epizódnak sikerült tökéletesítenie, az egyértelműen az a jelenet, ami, és most szerintem a leghátborzongatóbb jelenetet fogom feleleveníteni, az pedig nem más, mint a bonzteremben, amikor tulajdonképpen ez a lény, ez életre kell a hullatestében. Tehát az olyan szintű hátborzongató élményt tudott nyújtani, hogy egyszerűen a fotelemhoz szögeződtem, és egyszerűen nem tudtam másfelé nézni, nem tudtam semmi más csinálni, egyszerűen annyira jó érzés volt, amit szerintem ma már viszonylag egyre több horror tud valamilyen szinten visszaadni, viszont nem mindegyik horror tudja, főleg sorozatok formájában, egyik horror sem tudja igazából szerintem visszaadni azt az érzést, amit az egy jelenet tudott megtenni. A rendezés egyébként pokolian jó volt szerintem, az írással semmi probléma nem volt, elég dialógus orientált volt a történet, amennyire úgy nekem lejött, és igazából nem hangzottak el benne különösebben nagy szavak, rengeteg tudományos szó ugyan elhangzott, amik, hogyha nem mondtak neked semmit, akkor magyarul sem fognak semmit mondani, úgyhogy igazából nem hiszem, hogy túl sokat vesztesz vele, viszont tetszett az a tudományos aspektusa, illetve az a fajta küldetéstudat, amit Abby számára felépítettek ebben az epizódban, hogy adtak neki egy célt, ami neki véghez kell vinnie, és amit neki el kell érnie, és ez szerintem mindenféleképpen egy nagyon-nagyon jó pozitív, motiváló erővel rendelkezik a karakter szempontjából, aki innentől kezdve sokkal érdekesebb és izgalmasabb tud lenni mindannyiunk számára.
Legalábbis én abszolút így érzem. Aztán az egész mocsár, ahogy megalkották ezt az egész részt, az érződik rajta, hogy ez az a louisianai mocsár, ez tényleg egy ilyen valós szereplője lesz a történetnek, tényleg érződik rajta, hogy élő, tényleg érződik rajta az, hogy mennyire hátborzongató hely, és nagyon-nagyon jól sikerült visszaadniuk azt az életérzésével, azt a feelinget, ami szerintem egy ilyen dolognak vissza kell adnia, különben az egész elveszti a lényegét. És ebből a szempontból ez a film, vagy ez az epizód, ez tökéletesen jól tudott muzsikálni, ugyanis rendkívül háborszunkató volt, rendkívül jól tudta megmutatni, visszaadni azokat a dolgokat, amik miatt ez az egész történet tulajdonképpen szerintem nem csak a horror rajongók számára tud valami extra dolgot mutatni, hanem számunkra átlagnézők számára, és sőt, tovább megyek. Ez igazából megint csak tovább szélesíti a DC Universe perspektíváit, hiszen van nekünk egy sötét tónusú sorozat, ami szuperhősös sorozat, ami karakterorientált, hiszen a karakterek fejlődéséről szól, arról, hogy hogyan állnak ők össze egy csapattá. Aztán ott van nekünk egy másik nagyon-nagyon hasonló motivumokkal játszó csapatjáték, ami szintén remekül van kidolgozva, de ott inkább szerintem a humor az, ami jóval erőteljesebb, legalábbis az én számomra, az én felfogásomnak mindenféleképpen a humor az, ami a Doom Patrolt Doom Patrollá tudja tenni, és megkapjuk a horror alapokon nyugvó és tényleg minden ízében horror műfajnak megfelelő mocsárlény történetét. Aki nem egy csapat története lesz, hanem sokkal inkább egy olyan, nem tudom mennyire nevezhetjük majd egyébként romantikus történetnek, de mindenféleképpen a romantikus szálnak egy olyan motivumnak kell lennie, ami Swamp Thing számára egy igazából egy nagyon-nagyon fontos aspektusa a karakternek, annak, hogy kicsoda is Alec, és hogy kicsoda is a mocsárlény. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogna tudni kihozni ebből a dologból, ebből az aspektusából, mert rettentő sok minden fog múlni azon, hogy mennyire jól tudják, mennyire jól működhető dologát tudják majd ők megtenni ennek az egésznek a lényegét. Hogy mennyire tud dominálni ez a szál, hogy mennyire mernek elmenni még tovább a horror irányába, azt szerintem egy elképesztően izgalmas dolog lesz, és ha behoznak egy kis mitológiát, akkor ki tudja, hogy még hova lehetne eljutni, tehát hogyha még egy kis mítosz is bekerülne, egy kis varázslat, egy kis mágia, akkor pedig ez a Swamp Thing sorozat talán tényleg bizonyos értelemben a DC legjobb sorozatává válhatna, vagy legalábbis napjaink egyik legizgalmasabb, talán 18-as karikájú szuperhős sorozatává tudna válni. Szóval bárhogy is legyen, igazából rettentő sok olyan dolog volt ebben a pilotban, ami szerintem rendkívül jól lefektette ennek a sorozatnak a lehetséges alapjait. Rendkívül jól felépítették a horror történeteket, rendkívül jó hátborzongató pillanatokat tudott garantálni a nézője felé, miközben mégis inkább a karakterekre helyezte a hangsúlyt. Tehát nagyon ügyesen felépített bevezető epizódról van szó, ami cseppet sem volt unalmas, ami cseppet sem volt vontatott sem, lassú, hanem nagyon ügyesen építette fel a különböző szálakat, nagyon ügyesen vonta be az újabb és újabb karaktereket, nagyon sok mindent megváltoztatott ezeken a karaktereken a képregényekhez képest, bármelyik futást is veszük alapul, de mindenféleképpen pozitív értelemben tudta ezeket megváltoztatni, és pozitív értelemben tudott valamit hozzátenni szerintem a mocsárlény mitológiájához. Úgyhogy részemről mindenféleképpen egy nagyon-nagyon ígéretes sorozattal van dolgunk, mindenféleképpen pokolian várom azt, hogy mit fognak majd kihozni ebből a sorozatból a következő 9 hétben, mert tényleg rendkívül sok potenciál van ebben a produkcióban, és rendkívül sokat fog tudni hozzátenni az egész DC Universe-hez. Legalábbis én nagyon szeretnék bízni benne, hiszen ez bár egy bevezető epizód volt, de rendkívül sok potenciál tud magában hordozni, hogyha behozzák a mágiát, vagy behoznak egyéb utalásokat egyéb eseményekre. Szóval én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen irányba fog elindulni ez a sorozat, hogy mi lesz az, amit majd szeretnének végül a 10. epizódra elérni, hogy mi lesz majd ennek a fő története, hogy ki lesz a fő ellenség, és stb. Mert jelenleg nagyon úgy néz ki egyébként, hogy az emberiség a fő ellenség, és ez ellen próbál megtenni valamit a mocsár, és tulajdonképpen így vonja be Aleket is, aki az epizód végén átalakul a mocsárlényé, és bár nem láttuk egészében a mocsárlény jel, mert szerintem az, amit az utolsó pillanatokban kaptunk belőle, azok nagyon-nagyon kategóriások voltak. Úgyhogy, ha már láttad ezt a pályázatot, akkor mindenféleképpen gyere és beszélgessünk róla lent a kommentekben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor tedd meg. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, ha pedig szeretnél még több mocsárlényes videót látni a következő hetekben, akkor pedig arról is, azt is tudass velem valamilyen módon. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, addig pedig legyen popkultúrában gazdag!